Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és ott az első 10 percben szerzett előnyt, azt gyakorlatilag végig tudtuk menedzselni a mérkőzés folyamán. Az a különbség majdnem végig közte volt a két csapat között, bár a második fél időben följött azért, védekezést váltott, és ott azért gondjaink akadtak a támadás befejezéssel, viszont azért volt tartása a csapatnak, és volt olyan extra a kapus teljesítmény, ami azt a kis kiingást véget vetett neki, és utána visszataláltunk a saját játékunkra. A védekezést emelném ki, nagyon jó volt, nagyon taktikus volt, és mögötte ugye volt egy nagyon jó kapus teljesítmény. Ez meghatározta, én úgy gondolom, a mérkőzésnek a kimenetelét. Gratulálok a lányoknak, gratulálok a csapatomnak. Nagyon kellett nekünk ez a két pont, az együtt töltött lassan, ugye 3 hét alatt már voltak biztató jeleink az elmúlt mérkőzéseken is, de kellett egy győzelem, hogy átlendüljünk azon a lélektani határon, és bízom benne, hogy innentől kezdve elindulunk felfelé a tabellán. További sok sikert kívánok az érnek. Szerintem nagyon kellett nekünk ez a győzelem, most már érett, nagyon, nagyon keményen, és sokat dolgozunk érte, hogy ez kijöjjön a pályán, és ez végre sikerült. Én is a védekezést emelném ki. Nagyon, nagyon komoly munka volt abban, hogy csak 24 gólt kapjunk, azért nálunk ez elég ritka, hogy ilyen kevés gólt kapjunk, úgymond. Büszke vagyok a lányokra, és ezt kell tovább vinnünk a Siófok elleni meccsre. Gratulálok az MTK-nak a győzelemhez. Hát igazából ez egy cserbehagyásos gázolás volt az én részemről. Úgyhogy nagyon nehéz bármit mondani, mert aki ismer engem már régóta, azt tudja, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem ezt a dolgot. És persze, ebben az országban 10 millióan értenek a kézlabdához, és mindig az edző a hibás, mikor ilyen eredmény születik. De be kell, hogy lássam, hogy ezen a mai nap nekünk esélyünk se volt. Semmi. Ez hozzáállás kérdése is, különben akarat kérdése. Ebbe az NBA-ben ezzel benne lehet maradni. Különben ezzel a kettő dologgal nem kell tovább menni. Számtalan szó bebizonyosodott, hogy benne lehet maradni. De úgy látom, hogy falnak ütköztem életemben először. Falnak ütköztem, és hát persze jönnek sallangok, hogy csalódott vagyok, meg hasonlók. Hát mindig az edző legyen a hibás. Nem mindig. Nem mindig az edző legyen a hibás ebben az országban most már. Mert van olyan dolog, mint például ma, hogy nem tudsz mit csinálni. Tehát akármit mondasz, akármit teszel, nem tudsz mit csinálni. És nagyon elhitték itt, hogy mindig az edző a hibás, de nem. Nem, úgyhogy újabb sallangok, dolgozunk tovább szépen, csináljuk, edzünk. Csináljuk a dolgunkat, csak az a baj, hogy nem is kéne annyit edzeni, nem kéne annyit dolgozni, és csak akarni kéne ezt a dolgot. És az a baj, hogy amit én ma láttam, az nagyon-nagyon elkeserítő számomra. Nagyon-nagyon elkeserítő, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok nektek, Attila, továbbiakban, jó? Sok sikert kívánok, én meg nem tudom, majd, ezért is kapok, mert azt mondtam, hogy nem tudom, de azon leszek, hogy legalább kézlabdázókat tényleg tudjak, ha már csapatot nem nevelni, aztán majd meglátjuk, tényleg meglátjuk, jó? Úgyhogy részemről ennyi. Elsősorban én is szeretnék gratulálni az MTK-nak. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve benragadtunk az öltözőbe, és igazából amiket megbeszéltünk, hogy védekezésben is mondjuk mire kéne odafigyelni, egyáltalán nem figyeltünk rá, és igazából a saját hibáinkat, tehát hogy fel voltunk rá készülve, tudtuk, hogy az MTK-ban nagyon jól egyegyeznek a belső hármasuk, és egyszerűen volt egy olyan periódus, amikor úgy mentek át rajtunk, mint kés a vajon. Szóval nem tudom, nem állt össze így a védekezése se, a támadás nem jött össze, ma igazából semmi nem jött össze sajnos. Próbáltuk összekapni magunkat a második fél időben is, jöttünk is föl, de hát nem volt elég, szóval nagyon sajnálom, megpróbáljuk kivenni ebből a mérkőzésből a pozitív dolgokat, és a negatívakból pedig tanulni és építkezni. És én is sok sikert szeretnék kivenni az MTK-nek a bajnokságban.